A gyerekszobához fűződő kapcsolatom nagyon sokat változott az évek alatt. Amikor az első kislányom Panna született, még nem volt számomra fontos, hogy nagyon szép legyen a szobája, abszolút a funkció volt számomra az elsődleges. Fontos volt, hogy legyen egy komódja, ahol pelenkázni tudom, valamint legyen egy etetőszék, ahol össze tudunk bújni. Aztán, ahogy növekedett, egyre több olyan tárgy került a szobájába, amit nagyon szerettünk közösen. Amikor Flóra született 5 évvel később, akkor már teljesen konkrét elképzelésem volt az ő kis szobáját illetően. Fontos volt számomra, hogy harmonikus legyen a szoba, szépek legyenek a színei, és jól érezzük benne magunkat együtt, hiszen láttam, hogy mennyi időt töltünk a gyerekszobában. Aztán, amikor 3 éves lett, akkor bizony már szeretett volna kimászni a kis ágyából, ezért egy junior ágyra volt szükség. Már a komód kiválasztásánál is a babbu csapata mellett döntöttem, így teljesen természetes volt számomra, hogy amikor másodszor választottam, és egy kis ágya lett Flórának, akkor is őket hívom segítségül. Csabának elmeséltem az elképzeléseinket, ami nem volt egyszerű, mert egy icipici szobába kellett mindent megálmodni, és ezek után ő készített egy látványtervet, amiben teljesen beleszerettünk. Akkor már tudtam, hogy nagyon jól döntöttem, és mostanra már érzem azt, hogy Flórával egy igazán jó kis kuckónk lett, amiben nagyon jól érezzük magunkat. A hétköznapokban is nagyon szeretjük ezt a babaszobát. Jó döntés volt a babu bútorokat választani.